Az éjféli misére készül éppen a Szederkényi Intermelodi énekegyüttes, akik megannyi fesztivális kórus találkozó állandó fellépői. A többszörös Arany Rozmarink díjas énekkar legfőképpen szederkényi sváb népdalokat dolgoz fel és tűz műsorra, de templomi szolgálatot is végez. Az édesanyám oldaláról teljes egészében, az édesapám oldaláról félig német származású vagyok, de mivel az édesanyám szederkényi, így az anyai nagyszülők és ez a család volt az, amiben többet töltöttem. Tehát így a sváb hagyományok azért közel álltak hozzám, és ez az, amiben bele nevelkedtem. Én 2006-ban kezdtem az énekegyüttesben énekelni. Korábban énekzenetagozatos gimnáziumba jártam, és arra aztán már nem jutott időm, viszont itt a településen ugye működött az énekkar, és mindenképp szerettem volna tovább folytatni az éneklést, és akkor így 2006-ban csatlakoztam az énekkarhoz, ami aztán 2008-ban az akkori karnagyunk egy hónapra külföldre utazott, hát ez az egy hónap azóta is tart, úgyhogy azóta így én dirigálom az énekkart. Hát az énekkar és a szereplések terén is azért érezhető volt, ugye ez a koronavírusos időszak, nagyon kevés szereplés adódott, a nyári időszak azért egy picit sűrűbb volt, ott igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget, hogy kicsit színpadra léphessünk, meg hát a környező települések is nyilván igyekeztek a rendezvényeiket megtartani, így ott akkor volt néhány szereplés, sajnos most az ősszel, illetve most az adventi időben minden szereplést le kellett mondani, mi magunk sem tartottuk meg a hagyományos adventi hangversenyünket, úgyhogy ez így sajnálatos, szomorú, hogy így alakul. Most így ebben a negyedik hullám időszakában tartottuk végig az énekpróbákat. Amikor kezdődött ez a pandémia, akkor sajnos az énekpróbák is szüneteltettek hosszú ideig. Én ízig-vérig német származású vagyok, mindkét félről, a férjem is, és hát a gyerekek, a fiam szintén a nemzetiségi tagozaton végzett, a lányom itt több mint 10 évig táncolt a német együttesbe, táncegyüttesbe. Hát a legfiatalabb egy kicsit messzebb gurult a fájától, de ő is tanult németet, és kint dolgozott most pár évig. Alapító tagok között vagyok, és hát mindig is érdekelt. Én is a Lőveibe jártam, itt is az iskolába a kezdetektől, otthonról is hoztam a nemzetiségi tudatot, és ezt a hovatartozást, és nagyon örültem, amikor Szederkényben végre megalakult egy német nyelvű énekkar, és örömmel csatlakoztam, hogy ezeket a régi dalokat tényleg megmentsük, és átörökítsük saját kis családunknak is. ...1994-5 óta vagyok a csapatban, mint harmonikás. Hát nekem a fél családom szinte. A mi családunk az lehet mondani, hogy 110%-ig anyai-apai részről, mind a két részről teljesen svábok vagyunk. Hagyományokat próbáljuk tartani, amennyire lehet. Kisboldogasszony napjához kapcsolódva minden évben megrendezik a Mária Gyűdik egyhelyen a magyarországi németek főbúcsúját. 2021-ben augusztus 29-én gyűltek össze a népviseletbe öltözött német nemzetiségű hívők, hogy együtt ünnepeljenek. A főbúcsú liturgikus eseményét az Intermelodi Énekegyüttes és a Villányi Ifjúsági Fúvós Zenekar kísérte.